Lelkesen ünnepli az Orbán kormány propaganda sajtója a januári 15%-os nyugdíjemelést, miközben egy év alatt 47%-kal drágultak csak az élelmiszerek. Ráadásul a Népszava elemzése szerint több tízezer nyugdíjas kap szégyenletes, alig 6000 forintos emelést. A nyugdíjasok háromnegyede pedig havi 200000 forintnál is kevesebb nyugdíjat kap. Az AD kormány szerint a vágtató Orbáni infláció miatt túl kevés a januári nyugdíjemelés, ezért a legnagyobb magyar nyugdíjas érdekképviselettel, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsával egyetértésben egy újabb, 10%-os, visszamenőleges nyugdíjemelésre van szükség. Ugyanis az Orbán kormány kisebb emelést adott, mint amennyivel tavaly csökkent a nyugdíjak értéke. Ezen felül az Árnyék kormány szükségesnek látja egy azonnali, egyszeri 100000 forintos támogatás kifizetését a havi 142000 forintnál kisebb nyugdíjak esetében. Az ennél magasabb nyugdíjaknál pedig sávosan csökkenő, egyszeri támogatás kifizetése szükséges a nyugdíjasoknak. Csak ezek az intézkedések enyhíthetik az Orbáni infláció, a történelmi élelmiszerdrágulás és a hétszeres gázáremelés hatásait. Az Orbán kormány azonban magára hagyta a nyugdíjasokat, ezért az Árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy egy tisztességgel végig dolgozott élet után tisztességes nyugdíjat kaphassanak az idősek. Hiszen hogyan is beszélhetnénk jelenleg tisztességről, amikor 54000 nyugdíjas kap kevesebb, mint havi 40000 forintos nyugdíjat Magyarországon. Ismétlem, 40000 forintot. Ebből az összegből egyetlen ember sem tudja fedezni a havi élelmezését, nemhogy a fűtést vagy a villanyt. Ezeknek az embereknek, akik végig dolgozták az életüket, sokan bele is betegedtek a munkába, most pedig nem tudnak még kenyeret sem venni. Nem tudják megvenni a gyógyszereiket? Ez jelképezi az Orbáni kormányzás égbe kiáltó igazságtalanságát. Az Árnyék kormány szerint a vágtató Orbáni infláció miatt túl kevés a januári nyugdíjemelés, ezért a legnagyobb magyar nyugdíjas érdekképviselettel, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsával egyetértésben egy újabb 10%-os nyugdíjemelésre van szükség. Ugyanis az Orbán kormány kisebb emelést adott, mint amennyivel tavaly csökkent a nyugdíjak értéke. Ezen felül az Árnyék kormány szükségesnek látja egy azonnali, egyszeri 100000 forintos támogatás kifizetését a havi 142000 forintnál kisebb nyugdíjak esetében. Az ennél magasabb nyugdíjaknál sávosan csökkenő, egyszeri támogatás kifizetése szükséges a nyugdíjasoknak. Csak ezek az intézkedések enyhíthetik az Orbáni infláció, a történelmi élelmiszerdrágulás, a hétszeres gázáremelés hatásait. Az Orbán kormány azonban magára hagyta a nyugdíjasokat, ezért az Árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy egy tisztességgel végig dolgozott élet után tisztességes nyugdíjat kapjanak az idősek.